Másik oldalról, meg a Peti szempontjából ez meg hála Istennek, nem? Ez a sajnos. Hogy attól függ, hogy melyik oldalról nézzük nyilván a... Nekem nagyon sokat kellett ezzel harcolnom, hogy én meg a Palinak a fia vagyok, tehát hogy ez... Tehát most már kijel neki is, hogy harcoljon ezzel. Igen, igen. Nem tudom, de hogy persze, ez... Ennek vannak előnyei és vannak hátrányai. Mi a hátrány? Hát az, hogy az ember nem saját értékén ítélik meg, főleg akkor, hogyha hasonló pályára lép, mint a szülei, tehát akkor először elkezdődik ez a méricskélés. Ugye vannak ezek a tudom, híres írók és gyermekeik, tehát tudom, a kemény család, a Liliék, Zsófiék, nekik is nagyon nehéz ezt, majdnem mindegyik kritikában megjelenik, hogy az apjához hasonlítják, ugye, hogyha mindketten verset írnak nekünk, az a szerencsénk, apának az a szerencséje, hogy ő prózát ír, szóval nem hasonlítják hozzám nyilván. Úgyhogy. De igen, tehát hogy ez van. Ez van. Jó, és mi az előnye? Az nincs. Azt, hogy egy fantasztikus apám van, és nagyon büszke vagyok rá, de ezen kívül nem sok egyébként. Igen, de az az igazság, hogy őket is keverik. Tehát van a legendás történet, akkor bejöttek a színpadra, és az egyik óvodás azt mondta a másiknak, hogy látod, mondtam, hogy kettő van belőle. Igen, ezért mondom, hogy nagy. Vállaljuk egymás munkásságát és gyermekeit. Nagy itt a kutyulás, és Dorka, neked mennyi ideig tartott, nem a Grillusz, Kis Grillusz, nem, ez mutasság, mert Kis Grillusz maradtál, de hogy mondjuk mikor volt már az, hogy Grillusz Dorka vagy, és nem a Grillusz Dani lánya? Szerintem te leginkább a kővárikati lánya voltál, ha már a szakmában. Igen? Hát az édesanyám ő rendező, tehát nekem a főiskolán, meg úgy a szakmai területeken inkább az volt, hogy a kővárikati lánya. Mivel édesanyám rendező, azért az inkább az ilyen felvételiknél volt téma persze, a főiskolai felvételinél, hogy akkor jaj, téged úgyis fölvesznek, mert az anyukád úgyis izé. Úgyhogy végül is nekem jó volt, hogy elsőre nem vettek föl, mert akkor ezt tisztáztuk, hogy azért csak azért nem vesznek föl, mert anyukám. De utána is azért persze, hogy aki ismeri az anyukámat és szereti, az szeret engem, aki esetleg... Szóval, hogy ez egy ilyen nyilvánvaló összefüggés marad örökre.